Sziasztok! Ez a Bécsi kalandom negyedik, befejező része. Ugye az előző epizódot ott hagytam abba, hogy visszajöttem a Seastati magasvasutazásból, és most éppen az U6-os metróhoz tartunk. Nyilvánvalóan ezen felül is még sok érdekességet meg fogunk nézni, úgyhogy maradjatok velem! Igen, pontosan így, pontosan ez benne volt a skola villamosokban, hogy jelzi a megállási irányt, vagy hát a újítási irányt, de ezt kiszedték. Most fogok kérdezni egy kérdést. Fel fogok tenni egy kérdést, amire valószínűleg már tudjátok, hogy mi lesz az a kérdés. Hol van az U6-os metró? Akkor most itt vagyok. Szerintem nem megyek így ide. És itt van vasútállomás is ráadás. Ne. Itt megy arra a szerelvény, amivel kellett volna mennem. Ó, nézzétek, ez is olyan magas vasútszerű. Na mindegy. Egy kis történelem. Ez a vasútvonal eredetileg a... vagy metróvonal eredetileg a... mindenféle ilyen felső vasutak vonalán jött létre. Nézzétek, itt is van valamilyen felső vezetésű vasút. Már mondjuk ez szerintem csak volt, mint egy házba benne lenni, szóval ez ilyen gyalogos így már. Na mindegy, szóval majd látjátok, hogy is van lent vasútállomás. Na szóval, hogy ez egy ilyen, így ebből jött létre. És ez az egyetlen vonal, ami nem ilyen normál metró alsó vezetékes, hanem, mint ahogy látjátok, felső vezetékes, mint a vonat vagy a villamos. Ennek köszönhető az is például, hogy sokkal kisebb a peron. Hát igazából egy villamos peron magasságát kapjuk meg. 2 perc múlva jön a szerelvény, és igazából az is érdekessége, hogy ezen a vonalon nagyon sokáig SGP E6 motorvonatok, vagy villamosok, és Lochner C6-os, vagy lehet SGP gyártott C6-osokat, meg Lochner E6-osokat, szóval hogy úgy mondom, inkább E6-os motor, és E6-os motorvillamosok, nem tudok beszélni, de mindegy, értitek, egy C6-os sportkocsik. Az E6-os motorkocsiknak az volt a különlegesség, hogy két oldalú, két irányú járművek voltak. A C6-os sportkocsik, azok pedig csuklós járművek voltak, illetve azok is két irányúak. Nyilván ott vezetőfülük nem volt, de ugye az ajtókat tekintve. És így közlekedtek, és utána jöttek meg ezek a mostani alacsonypadló szerelvények, amik hát igazából ilyen villamos szerelvények, talán kicsit felturbozva, azért mégiscsak ez egy metróvonal, vagy hát U-Bahn, ahogy itt hívják. És tényegében így jött létre a mai forma. És ugye ezeket az E6-os és C6-os villamosokat vitték el aztán Krakkóba, ahol létrehozták az EU8 centikusú villamost egy alacsonypadlós középrészbe iktatásával. Erről van egy videóm már, több videóm, 3 videóm van Krakkóról, nem tudom, amelyikbe van benne. De ha érdekel bővebben, akkor ajánlom azt megnézni. Oh, milyen kis jön. Aufstieg rechts.
Gegenstunde, Baumgartner Höhe. Aufstieg rechts. Most látok először ilyen Flexityt. Ez szép. Ez olyan, hogy a West Bahnhof. És akkor gondoltam megnézni itt a vonatokat. Itt van egy emeletes motorvonat. De ez annyira hasonlít a kis földre. Ez nem az? Vagy kis föld? Na, Stadler, kis. Honnan jött a flört? Na, az is Stadler. Szóval, hogy ez Stadler kis. Stadler kis-e? Azt nem tudom. És nézzétek, ez... Aha, ez az a jármű, amivel a S-bánon is utaztunk. És ez is egy S-bán, egy S50-es S-bán. Ezért nem tudom, hogy Stadler kis-e. De nekem úgy néz ki. Na és ha megnézzük ezeket az itt egy nézgó egzotikus vonatokat, azért van egy kis ismerős is itt. Ez nagyon hosszú, úristen. El sem látok a végéig. Meg is nézzük. Budapest keleti Tatabánya, Győr, Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Wienhest, Pét. Aha, ez meg más, nézitek, ennek milyen ajtói vannak. Na mindegy. Most meg kéne találni az U3-at. Az U3-as metrót. Drukkoljatok, hogy meglegyen. Aztán az U3-as metró meglett, viszont hallhattátok, hogy mennyire voltam fáradt már ott az állomáson. Éppen ezért egy kis ideig nem dokumentáltam, úgyhogy egy órával később folytatjuk. Egy kis óriás kerekezés és hullámvasútozást után a Práterben folytattuk egy emeletes vonattal.
És itt most elérkeztünk a videó, illetve a bécsi sorozat végére. Hogyha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a legközelebbi feltöltésemről se. Hogyha még nem láttad a többi részt, akkor azt mindenképpen nézd meg, a leírásban lévő linkeken keresztül ezt megteheted. Szóval legközelebb már Miskolcról találkozunk, addig is, sziasztok!